Reggeli gondolatok, augusztus 12-e, hétfő. A mai evangéliumban Jézus előre megmondja tanítványainak, hogy megölik, de aztán feltámad. A tanítványok igen elszomorodnak. Olyan ez, mintha csak az első felét hallanák, azt, hogy mesterüket megölik. A feltámadással nem tudnak mit kezdeni, ezért azt eleresztik a fülük mellett. Érdemes néha átgondolni, én hogy vagyok a feltámadással és az örök élettel? Komolyan veszem? Vagy igazából nekem is elmegy a fülem mellett az örök élet, és csak a földivel foglalkozom? Az evangéliumi részlet másik fele nagyon is földi dologgal foglalkozik, Jézusnak be kell fizetnie az adót. Meg is teszi, annak ellenére, hogy ő Isten fia. Érdekes, hogy Jézus nem nagyon foglalkozik a társadalmi igazságtalansággal, nem szidja a rendszert, a zsarnoki államberendezkedést. Nem zúgolódik a rossz vezetők ellen. Egyszerűen nem foglalkozik politikai kérdésekkel, hanem arra koncentrál, aminek igazán értelme van. Befogadni Isten szeretetét, és egymást is szeretni. Azt hiszem, ha Jézus ma élne a földön, nem a híreket nézegetné a telefonján, nem a háborús vezetőket szídná, hanem elmenne azokhoz, akiket megnyomorít a háború, és a szeretetét ajánlaná fel nekik. Beszélgetne róluk a mennyei atyával, és velük is az atyáról. A béke és az élet növekedne körülötte, nem az zúgolódás. Mi keresztények, tehát Krisztus követők vagyunk. Mi befektetjük az időnket, az energiánkat. Mi növekszik körülöttünk.